Ketten-hárman ülnek az óvónő ülében, aki nem csak neveli, babusgatja is a kicsiket. Itt egy csoportban két óvónő is felügyel rájuk, de a pedagógusok szakszervezeténél azt mondják, ez a ritkább eset, ugyanis hiába mennek sokan óvodapedagógia szakra, kevesen választják az óvónői hivatást. Még úgy is kevés az óvónő, hogy a gyerekek száma is csökkent. A Népszabadság számításai szerint a rendszerváltás óta nem jutott ilyen kevés gyerek egy szakemberre. Nem így az elmaradottabb területeken, ahol egy óvónőnek az átlaghoz képest másfélszer annyi gyerekkel kell foglalkoznia, de nem csak ez a gond. Mint amit általában a pedagógus pálya, az óvodapedagógusi pálya is sajnos előregszik. Sajnos egyre idősebb kolléganők dolgoznak, és ezek sok helyen szinte majdnem egyszerre mennek el nyugdíjba. Nem kell sokáig kattintgatni, tucatjával jelennek meg az óvónői álláshirdetések, és nem csak vidéken, Budapesten is több kerületben óvónő hiánnyal küzdenek. A felhívásokban pedig egyre gyakrabban megjelenik, hogy előny, ha egy óvónő tud angolul vagy németül. A szakszervezetnél azt mondja, a nyelvtudást sokan arra használják, hogy külföldön vállaljanak munkát. Szeretik a gyerekeket, szeretik ezt a szakmát, jelentkeznek óvodapedagógusnak, de a gondolatuk egyáltalán nem az, hogy itt elhelyezkedjenek a pályán, hanem már eleve külföldre orientálódnak, már családok várják őket sok helyen, tehát babysitternek mennek, oda ez a diploma kiválóan alkalmas. De olyan is van, aki inkább hajóra ment dolgozni, hogy a vendégek gyerekeire vigyázzon. Több óvodavezetővel beszéltem, de nem akartak nyilatkozni. Azt mondták, a fiatalok sokszor csak a gyakorlati órákon szembesülnek azzal, mekkora felelősség hárul az óvónőkre. Ehhez képest szerintük a pályakezdők fizetése alacsony, nagyjából 120 ezer forintot visznek haza. Kerestük az Emberi Erőforrások Minisztériumát, szerettük volna megtudni, mit tesznek azért, hogy csábítóbb legyen az óvodapedagógus hivatás a fiatalok körében. Azt válaszolták, a kormány ezért számos intézkedést tett, bevezette a pedagógus életpályamodellt, és a rendszerváltás óta a legnagyobb béremelést biztosítja. Hozzátették, hogy január 1-től egyre több pedagógus jogosult a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra. Szerintük nincs országos óvónőhiány, csak bizonyos területeken.